Szevasztok, Széltoló vagyok a Lootmastersztól, ez pedig ismételten a Raid Shadow Legends. Ma egy kicsit ritkább témával fogunk foglalkozni, mivel, mint ahogy azt láthatjátok, bejött a CVC, amit eddig sikerült állandó jelleggel eszkiválnunk, mármint tematika ügyileg. Úgyhogy ezt a hiányt pótolva, ma beszélgessünk egy kicsit a Clan vs. Clanról. Előtte nézzük meg, hogy mi van itt. Kaimár és... Mit csinál? Ki? Hát mit csinál? Jó, szóval őrájuk van 10-szörös esély nyitni. Majd meglássuk a mindennapi kenyerünkben, hogy ebből az egyetlen egy sárból mit tudok kihozni. Van valami új eventünk is. Azt mondja, hogy summon rush, hát abból az egy kék sárból nem fogok nagy csodákat fabrikálni. Na, de térjünk rá a lényegre. Clan vs. Clan. Tehát amikor belépsz a Clan vs. Clan felületre, akkor ez a látvány tárul eléd. Bal oldalt vannak a fülek. Tehát alapjáraton a versus fülön vagy, ahol láthatod a saját klánodat, tehát a klánodat, amelyiknek tagja vagy, illetve az ellenfél klánját. Hát én nem tudom, hogy minkit mit kaptunk, de ez valami nagyon förtelen. A zöld csík a mi teljesítményünk, a narancssárga csík az ellenfél teljesítménye, a mi jutalmaink és az ő jutalmaik. Az alatt pedig itt vannak a fölbontott részek, hogy a Clan vs. Clan melyik területén belül hogy állunk pontügyileg. Láthattok itten kétszeres szorzókat meghatározott parciumokon, ez rendszerint változik, tehát a mostani Clan vs. Clanban a kampányobjektívek és a gear, tehát a felszerelés objektívák számítódnak duplán. Erre majd mindjárt kitérünk részletekben. Második fülünk a clan rewardok, tehát tírfüggő. A klánoknak hát szerintem 95%-a a tier 1-ben kap helyet. Amennyiben a clan összpontszáma elér egy bizonyos milestone-t, úgy elérhetővé válnak bizonyos jutalmak, tehát nekünk itt most jelenleg 600 ezer pontot kell elérni, hogy megkapjuk a végső jutalmakat, egy lila könyvet, kék sárdot, stb. Alkalmasint előfordul, tehát lényegileg minden második CVC-ben előfordulnak a personal rewardok, tehát én itt most jelenleg tier 2-ben vagyok, a tier 1-ben így néz ki, tehát 100 ezer pont a maximum, amit el lehet érni. Tier 2-ben 200 ezer, és Tier 6-ban már 400 ezer az elérendő pontszám. 350, 300, 250, 200, ja. Tehát amennyiben a klánod nyer, úgy megkapod a CVC végén ezeket az extra jutalmakat is. Tehát itt lehet kapni csirkét, XP-t, Energy-t, pénzt, szóval ilyen alapvető dolgocskákat. De mondom, ez feltételhez kötött, tehát nyerni kell a klánnak hozzá. Aztán itt vannak az objektívák, tehát ezek az objektívák, amikről itten beszéltem. Itt ki van fejtve, hogy egyes parciumokon belül hány pontot lehet kapni bizonyos elért dolgokért. Tehát, hogy is van, mi van kétszerezve? A kampány van kétszerezve, tehát maximum 20 ezer pontot lehet szedni. Ha Nightmare-en befejezel egy kampányképet, akkor az 80 plusz 80, tehát 160 pontot ér a CVC-re. Ugyanígy van ez most így itt a gear-nél is, tehát hogyha egy hadcsillagosat fölhúzol 16-os szintre, akkor az 1500 plusz 1500 az 3000 pontot fog érni, glyphek felhasználása megvan, hogy mennyit ér, és a többi, és a többi, és így tovább.
ezt mindenki természetesen saját magának átnézheti, hogy most nem menjünk itten bele mindenbe, hogy melyik részleg összesen mennyi pontot ér. Lényeg, ami lényeg, szabad vele dolgozni. A members, tehát itt van a mi klánunknak a tagjai és az ellenfél klánjának a tagjai, pontokra lebontva, hogy ki mennyi pontot szedett össze, mivel a CVC most indult megközelítőleg 5 perce, még én se csináltam semmit, illetve a Cserike se csinált még semmit. Ez pedig itt a leaderboard, ahol meg tudod nézni, mint a saját rangodat, mármint hogy a saját klánodnak a pozicionálását, úgy az összes többi tiernek a pozicionálását is. Itt van 5 perc alatt, valaki már 2 millió. Az nem semmi. Vannak, akik már 2 millió pont körül járnak, ameddig mink tartunk, hát mennyinél, 17 ezernél. Szóval egy vicc az egész. Jó, tehát így néz ki a Clan vs Clan felülete. Most mit szoktunk csinálni túlnyomó részt Clan vs Clanoknál? Tehát ha olyan CVC van, amiben klánügyileg úgy döntöttetek közösen, hogy most akkor all in, és mindent bele, és megyünk és megnyerjük, akkor az összegyűlt fragmentokat, például a kokáért itt van nekünk egy ilyen gurda, bogbrunk, beváltjuk. Yeah, legendary! 30 000 tournament point. Very well done. Aztán van itt még nekünk egy Dark Kyle-ünk. Őt is leszumonoljuk. Yay! 4000 tournament point. Tehát már 34 000-nél tartunk. Ők pedig még váratnak magukra. De már nem hosszú ideig. Aztán mit csinálunk? Bemászkálunk ide a tavernába. És most van értelme skilleket upgrade-ezni, bár nincsen sok mindenünk most jelen pillanatban, de most van értelme ezekkel bíbelődni. Tehát folytatjuk Dragstar Bloodwind-t. A sárga könyvek 3000 pontot érnek, már hogy a legendary könyvek ugyebár. Nézzük, hogy Epicben mire van szükségünk. Sandless Survival-t be kell fejezni. Így, lila könyvek darabja 1000 pontot ért, tehát ez összesen 4000 pont megint. És kire megyünk még? Burangiri? Nem Burangiri. Tudom, hogy valakit még alig, hanem elkezdtem, de hogy kit, azt fogalmam nincs. Mindegy, annyira nem is számít. Egy dolog a tuti, hogy rerem megint nincsen, akibe belebírnám ölni a pontokat, de hát a lényeget értitek. A lényeget azt hiszem, hogy érteni lehet. Ugyanígy a szintekre is jár pont. Tehát ő most 9 szintet ugrott, ami 160 pontot ér. Lehet szedegetni a pontokat agyba főbe. Gearre láttunk még dupla pontokat, úgyhogy akkor innen is begyűjtünk némi keveset. Mondjuk rá, kiszelektálunk egy olyant, hogy 6 csillagos kesztyű, ami kritrétes, például a kokáért te, hát ez elég ramagy. 125 defense, crit damage-el, hajde. Ráncsuk föl 16-ra, azt reménykedjünk némi crit damage-e. Hát természetes, hogy nem, hanem double roll ment a flat stat-re. Mindegy. A pontok megjöttek rá. Szóval nagy vonalakban e körül forog a CVC, hogy az eddig összegyűjtött, resszurszaidat használod föl. Annak remény, és annak érdekében, hogy megnyeritek az egész hoblevancot.
és további resurszokhoz juttok. Tehát itt van, nekem 200 ezer pontot kell összeszednem, jelen pillanatban tartok 44.940-en, tehát mire végigmegyek a Forge-on, meg az édesanyja egész keservén, tehát itt is beleölünk boldog-boldogtalant, csinálunk egy 10-es summont, így né, és akkor innen is nézzük csak, 5 csillagos kék, eladni, maradhat, eladni, kék, 5 csillagos, flesztet, crit damage speeddel maradjon, flesztet, 5 csillagos speed, ajde maradjon, és flesztet, tehát itt is alattunk most így hirtelenjében 7 itemet, ez is valahány pontot hozott a piacra, körülbelül egy ezrest, 44 ezer valamennyi volt ugyebár, most 45 ezer valamennyi. Szóval nagy vonalakban a CVC az erről szól, le kell győzni az ellenséges klánt, gyűjteni kell a pontokat, mint klánként úgy személyesen is, figyelni kell az objektívákra, tehát mint azt lehet látni, nekem itt már csak 16.220 van a 20.000-ből, tehát ezt a 20.000 pontot simán gyorsan be fogom tudni rántani, figyelni kell a tagokra, ki az, aki aktív, ki az, aki nem aktív, és ezt a tempót föltartani 48 órán keresztül valamilyen úton, módon, és ugyanezt megismételni 2 hetente. Úgy hiszem, hogy nagyjából le lett fedve a Clan vs. Clan-nak a legegyszerűbb alapjai. Ja, és természetesen, hogyha összegyűlt ilyen cuccod, akkor azt is gyönyörű szépen belőheted, és erre is kapsz 2500 pontot. Ugye, hogy? Úgyhogy lényegileg így nagy vonalakban akkor ennyit a Clan vs. Clan-ról. Ez 2 hetente jön, órami pontossággal, úgyhogy agyalni se kell rajta. Minden második héten kedd délelőttől csütörtök délelőttig tart, és minden második alkalommal, tehát havonta egyszer van a personal rewardos variáció. Szóval hajrá! Szóval hajrá, akinek van valamire való klánja, vagy tagja, valamire való klánnak, az ebből igen komoly mennyiségű resurszot tud begyűjteni, igaz, ki is kell rá adni jócskán, de hát ez a játék erről szól, valamit valamiért. Jól van, fiúk, lányok és egyéb váltónemű Lootmaster rajongók, úgy hirtelenjében akkor ennyi voltunk mára. Én még mindig Széltoló vagyok, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!